boxolóját. Könnyű Róbert 2012-ben már volt magyar bajnok. Tar viszont életében először szerepel felnőtt döntőben. És amit az előbb mondtál, hogy bunyóztak már egymás ellen az előző páros tagjai, Csóka és Szaka, hát ugyanez megtörtént Könnyű Róberttel és Tar Sándorral is. Tavasszal Tar nyert 3-0-ra. Könnyű az idősebb, a tapasztaltabb. Tar még csak 19 esztendős. Igen, Sanyi az első éves felnőtt, tavaly még ifjúsági volt, és azért még... És ő is vagány gyerek, ahogy... Vagány gyerek, és még ő se nagyon tudja használni még a fejét a boxban. Sokkal több higgadság és gondolkodás. Úgyhogy kicsit beérik és higgadtabb lesz, akkor nagyon nagy reménysége lehet a magyar ökölvívásnak. Na nézzük, az első menetre hívják a feleket, tehát pirosban Könnyű Róbert, kékben Tar Sándor az 56 kilóban. Tudni kell, Könnyű, ő is nagyon kemény és vehemes boxoló. És a tesója is döntős. Itt egy testvérpár szerepel a... Így van. Nem soká láthatjuk majd. Az öcsit is. Feszült figyelem mindkét arcon. Opa! Második kemény baorok. Könnyű talált meg, találta meg kintről, igen. Hol a jobb kezed, Sanyi? Sokan vannak itt Egerből. Igen, külön. Ők örülnek, amikor Könnyű talál be. Külön szurkolóbázisuk van. Igen, az a lelátó egy része. Az övék, de nagyon jól van ez így. Egy rövid balra talált Tar. Igen, nagyon éles sakkjátszma folyik. Figyelnek, hogy aki kezd, azt rögtön kontrázzák meg. Hogy nem nagyon mernek kezdeni. Igen, visszafogottabb azért a... Nincs, mint az előző, de amikor összetalálkoznak, azért kemény ütésváltás. Igen. Gyors sorozásokat csinál Könnyű, és a vége általában betalál, mint a eleje is. Igen, ballal nagyon komolyan. Igen, és két kemény ütés. Most elhajol. Igen, de a harmadik az elkerülte. Jobb haroggal beijesztett és beláhúzta a bal horgot, és megint talált vele. Jól bunyózik Könnyű, igen, talán ő a koncentráltabb, vagy a igen. Higgadtabb. Hát Sanyi egy rutinos verseny, ennyi ütést nem lehet bekapni az első menetben, ráadásul. Megint. Lehet, hogy csak az ellenfél éberségét akarja elaltatni. Megint bent. Megint. Az elindító balos. Szép körülhajlás a svédés Könnyűtől. Igen, határozottan övé a menet, azt hiszem az első három perc. Ez magasan. Elég egyértelműen. Még azt is el tudom képzelni, hogy valamelyik bíró két ponttal adja oda neki, mert létezik ilyen.
Igen, hát kintről bentről ő volt. Ő talált többet. 4 év után lehet újra bajnok könnyű, ha Tar és a tatabányaiak nem találnak ki valamit ott a kék sarokban. Második menet. Könnyű ugyanott folytatja, ahol abba hagyta. Igen. Jó, nagyon jó formában van most Könnyű, és megint egy balhorogat talál. Okosan visszafogott a higgadtan boxot, de amikor kell, akkor kőkemény. És megint kemény. Megint a balos, igen, megint. Lassan lehet, hogy számolni is fognak Tarsanyira, ha ezeket így kapkodja be. Többet kell Tarnak csinálni ennél, ez kevés lesz. Igen, itt nem feltétlenül igaz az a régi mondás, hogy nem az a legény, aki üti, hanem aki állja, az a nehéz lesz aranyérmet nyerni. Most kicsit szűk volt, nem volt benne annyi svung, de azért álszegleten eltalálta. Igen. Megint. Egy idő egy balhorog és Könnyű talál belőle. Igen, kőkemények azok a balok. Végre kezdik Sanyi a beugrásos balfelütéseit. Nagyon jól ütni, rengeteg káut győzelme volt. Igen, kérdés, hogy Könnyű bírja persze végig szuflával, mert ő diktálta a nagyobb tempót eddig. Igen. Tarnak kéne nagyobb iramot. Abszolút. És megint egy balhorog, minden balhorog betalál. Most már jobb egyenes is. Hoppá! Szokás, és majdnem minden megcsinálja. Elvesz az egyensúlyt és kipördül. Szerencséje, hogy nem kapott közben egy ütést, mert akkor még nagyobb a baj. Az utolsó perc a második menetben. Egy idői balhorog és Könnyű talál. Nagyon jó szemmel rögtön, gyorsan, keményen tud ütni Könnyű Robi. Igen, villámgyorsak azok a balok, egyenesek. Szép. Gyönyörű behajlás, és utána balhorog. Nagyon úgy fest, hogy a második menetet is megoldja Könnyű. Tar ellenállásából csak néhány akcióra futotta, néhány pontosabb ütésre, de azért megint az egri srác dominált. Balla jobban. Megint megtalálta többször is. Nagyon jól jön. Opa! Ez csúnya volt. Az elég sokkal volt a vége után. Annyi helyen néznek minket, hogy már majdnem zavarba jöttünk. Üzenném annak a vietnámi kifőzdésnek, aki Hanaiban még mindig tartozik egy almalével, hogy most már hagyjuk. Az utolsó menet. Mi
könnyűnek adtuk az első kettőt, nagy valószínűséggel a bírók is hasonlóképpen látták. Ha Tar valamit még tud most előhúzni, és még van hozzá ereje, és akkor nyerhet, de őszintén szólva nem úgy néz ki. Hát kettőt nagyon komolyat is bekapott, könnyű már. És ma úgy néz ki, hogy egy nagy verést kapott. Igen, igen. Előbb-utóbb számolni is kéne rá talán. Ez megint csúnya volt. Meg is inti Béki Piroska. Áj utánütés az előbb is. A menet végén is megcsinálta Tar. Picit lehet, hogy elvesztette a fejét, de könnyű most sportosan vehet revanst emiatt. Szabályos keretek között, ha úgy tetszik. Nincs könnyű dolga a bírónak. Körbetáncolásból is nagyon gyors, könnyű, és nagyon jó állapotban van. Teljesen más a mérkőzésük, mint tavasszal volt. Igen, úgy tűnik, hogy könnyű ég. Tanultak abból a vereségből többet. Egy nagy ütés eltalálja, könnyűt is. Az utolsó perc, picit azért elfáradtak, kevesebb már az akció. Könnyű őrzi az előnyét, Tar meg elfáradt. Tar próbál újítani, és elkezdi bohockodni jobbra-balra, ebből ütögeti, de hát ez már édes kevés, neki oda kéne állnia is, és káóra törekedni, és hülyéskedik minden. Vicceset megcsinál, amit csak tarsójában van. És akkor ez az amatőr boxban nem nagyon fér bele, szép amit csinál, de egy show meccsen esetleg. Nyerésre állva könnyebb lenne ez, igen. Könnyű nem vette félre, félvárról vagy viccesre ezt az egészet. Igen. Nagyon magabiztos, könnyű. Jól bunyózott. És itt a mérkőzés vége. Még azért biztos, ami biztos Tar, odaüt egyet. De szerintem egyformán láttuk mindannyian, hogy ezt könnyű Róbert nyerte, ezt az 56 kg-os finálét. Várjuk a bírók döntését. Azt hiszem most egy picit könnyebb dolgok van, mint az előbb. Egyhangú pontozással győz. Így az 56 kg magyar bajnok a 2016 év. A Pirosorokban könnyű Róbert Egri sportiskola. 2012 után tehát újra könnyű Róbert Egerből az 56 kg-os súlycsoport magyar bajnoka. Az elmúlt 9 perc alapján teljesen megérdemelten. Jót bunyóztak a srácok. Meghajolnak, megköszönik, kiki a maga módján. Tisztelt hölgyeim és uraim, kiki a pártadására kerülő sor, 49 kg.